Mit ünnepeltünk? Sztálin 70. születésnapját, és ezért 700 liter kerékpár sávot adtunk át. A kritikám ezt az nem csak ütni, csapkodni, meg kiabálni tud, hanem mosolygósan meg is tud köszönni mindent, mint a kedves kisgyerek az anyukájának a finom vacsorát. Károly Kurót projekt az másfél éve kezdődött, és most április végén végre elkészült. Ingások nevében meg szeretném köszönni nektek, akik terveztétek, csináltátok, kiviteleztétek, hogy kész lett ez az infrastruktúra, ami végre úgy néz ki, ahogy egyrésztről nekünk is tetszen, másrésztről még kicsit fontosabb, hogy biztonságos is. Minden reggel itt jövök munkába, és tömegével látom a kerékpárosokat, előzgetik egymást a kerékpársávon. Kiskörútért tüntettünk, nem? Elképesztő, nem? Igen. És most hogy állunk? Hát... Most ott tartunk, hogy 1 kilométert a vágyainkból megcsináltunk, és hogy most nagyon szeretném, hogyha Balcsin vagy az Andrásin folytatnánk. Akkor a harcokat kellett végigcsinálni azért, hogy mondjuk abban a keskenyedésben igenis bekerüljenek a piktogramok, egyáltalán, hogy a kerékpársa felkerüljön. Azt találtuk ki, hogy egy olyan kis kosarat kéne, hogy így végig földet rakni bele, és akkor beleültetni virágot. De akkor ne pincébe tartja. 2005-ben írtuk ki az ötletpályázatot, ami a Budapest szíve programot megfogalmazta, autómentes belváros, gyalogosok, kerékpárosoké. Azt hiszem, hogy ez valódi szakmai egyeztetéseknek az eredménye. Egyre több tervező látja, hogy ez az út. Akkor ezzel szemben miért van az, hogy a Margit Hídon megbénázás van? Ez egy másik projekt. Az egész belvárosi területnél az átmenő forgalmat szeretnénk innen kihajtani, aki Kőbányáról a Moszkva térre megy, keresem más utat magának. Nagyon sajnálom, hogy a József Attila utca, tehát a bezárás a Roosevelt térre, azt a főváros nem írta alá támogatási szerződést, hanem helyette valami másik projektet készít elő. Tudod, mi a lényeg? Hogy ott a főpolgármesteri hivatal minden egyes ablaka mögött 3-4 megváltoztatandó szemléletűre az íróasztalánál, de már ide néz az ablakok.